Szokásosnál is nagyobb gyermekzsivajtól volt hangos az Eszterlánc tagovoda udvara. Megrendezték az Ovi Foci Kupa májusi fordulóját kedd délelőtt. A több éves hagyománnyal bíró kezdeményezés ez alkalommal is hatalmas siker volt a gyerekek körében. 11 helyi és 3 környékbeli óvodából érkeztek csapatok, akik azonban nem csak a focipályán mérkőztek meg, hanem meg annyi izgalmas programon is részt vettek. Mindenről Gyenes Józsefné, a Dunaveresi Óvoda intézményvezetője számolt be. A foci mellett azért ugráló vár, hogy a gyerekek azért felszabadult legyenek, jól lefáradjanak. Próbáltunk ülőfoglalkozásokat is beiktatni, mert azért a foci is maga egy mozgásos, az ugráló vár is egy mozgásos, és ezért több ilyen kis játszóházat a teraszra feltelepítettünk, tehát két különböző játszóházunk van, akkor van egy lengőtekénk, meg van még egy csocsónk. Úgyhogy versenyezhetnek a gyerekek, összemérhetik, nem csak a fizikai ügyességüket, hanem a szellemi tudásukat is, koncentrálni kell nekik, alkalmazkodni kell. Én azt gondolom, hogy minden olyan érzékszervet megmozgat ez a délelőtt, ami arról kell, hogy szóljon, hogy a gyereke fejlődjön és fejleszük, és ez szerintem meg is fog ma valósulni. A Dunaveresi Labdarúgó Szövetség munkatársai minden alkalommal hangsúlyozzák a támogatók közreműködését. Hálásak a támogatásokért, amelyekből éves szinten meg annyi gyermekprogramot tudnak megvalósítani. Tóth Imre, a Karissa Esse elnöke kiemelte, ezek a rendezvények a szervezők szívét is boldogsággal töltik meg. Néhány nap ezelőtt volt a nagy sikerű aszfaltrajz versenyünk a mozi téren, és csodálatos élmény volt nekünk, szervezőknek is ezekkel a picikkel együtt tölteni az időt. Az Ovi Foci ugyanezt a titkot tartja magában, hiszen mikor mi az ovisokkal találkozunk, bármilyen alkalommal, mi is nagyon pozitív élményekkel és hatalmas kalandokkal távozunk a helyszínről. Minden egyes Ovi Focinál csodálatos történetek vannak. El is mondok egyet, a múltkor egy kislánytól kérdeztem, hogy ő focista, ő azt mondta, hogy nem focista, hanem királylány, úgyhogy ezek a sztorik óriásiak. Az ehhez hasonló kezdeményezéseket az önkormányzat is teljes mellszélességgel támogatja. Part Endre humánügyekért felelős alpolgármester osztotta meg velünk a helyszínen a gondolatait. Nagyon jó érzés idejönni, tényleg, hogy elhangzott, nagyon jó idő van, 11 helyi óvoda és 3 vidéki óvoda fog megmérkőzni, és azt gondolom, hogy aki már járt egy ilyen eseményen, az tudja, hogy néha egész jó kis meccsek is kerekednek ebből, de természetesen a jó hangulat a legfontosabb, és el kell mondani, hogy nagyon hálásak vagyunk a szervezőknek, akik évről évre megrendezik ezeket a bajnokságokat több alkalommal. Ugye még 3 forduló lesz, majd a következő lesz szeptemberben, de én azt gondolom, hogy tényleg azt kell itt kihasználni, hogy itt a gyerekek egy kicsit együtt tudnak lenni, kiszakadnak a mindennapokból, és tényleg nagyon jó érzés, hogy a óvodapedagógusok, illetve a különböző városi szervezetek, itt a Dunaveresi Labdarúgó Szövetségre gondolok most, odafigyelnek arra, hogy tényleg legyenek ilyen események. Az alpolgármester emellett arról is beszélt, hogy a jövőben, így például a szeptemberi fordulón is a kezdőrugás jogát meg lehet majd vásárolni, hogy ezt az önkormányzat már meg is tette, és ezzel 100 000 forinttal támogatja az óvodák működését. A folytatásban ez a lehetőség is nyitott a leendő támogatók számára.